Az elmúlt időszakban 7 járásban teljesített szolgálatot és 70 településre jutott el a busz. Több mint 1000 alkalommal valósult meg tényleges ügyintézés, és még ennél is több tájékoztatást nyújtottak a mobil ügyfélszolgálatot felkereső ügyfelek részére. A járás bentlakásos szociális intézményeiben előzetesen felmérték az igényeket, ennek megfelelően a Kaskantyúi Harmónia Integrált Szociális Intézményben, az izsáki Aranyfürt idősek otthonában, valamint a kiskörösi Philadelphia idősek otthonában is lesz kihelyezett ügyfélfogadás. A kormányablak busz egy mobil ügyfélszolgálat, melyben kevés kivétellel ugyanazok az ügyek intézhetők, melyeket a kormányablakokban intéznek munkatársaim. A busz, amint látni fogják, egy berendezett iroda, két munkaállomással, mely a központi adatbázisra csatlakozik, csupán elektromos áram szükséges a működtetéshez. A hozzáférés tekintetében hasonló szabályok irányadók, mint a kormányablakban, az adatvédelem garantált. A busz személyzetét a sofőrtől az ügyintézőkig a kiskörösi járási hivatal 4 kormányablaka fogja biztosítani. Ez egyben garancia is a szakszerű ügyintézésre. A kormányablak busz a közigazgatás átalakításának egy újabb állomása, amelynek során időt, pénzt, energiát takarítanak meg az ügyfelek azzal, hogy szinte házhoz érkezik a szolgáltatás.